Üdvözlöm Önöket, ez itt a Kultúrszoba. Törékeny nő mégis olyan közegben szerzett magának dicsőséget és elismerést, mely igazán a férfiak világa. Algói Hesna háborús tudósításai éveken keresztül tette érthetőbbé mindazt, ami a Közel-Kelet háborúiból érthető. A vállalkozói szalon vendégeként elsősorban a félelemről beszélt. Algói Hesna, Prima Primissima díjas újságíró, televíziós szerkesztő, riporter. Az elmúlt években elsősorban hadi tudósításaival érdemelte ki a szakma és a közönség elismerését. Ez a kép akkor készült, amikor a konvojt, melyben közlekedtek és Afganisztán egyetlen női hadurához nyert bebocsájtást, kilőtték. Egy nappal előtte lett operatőre jelenlegi férje menyasszonya. Ilyen a hadi tudósítók élete. Egy háborús helyzetben borzasztóan nehéz dolgozni. Sokszor megkaptam kollégát, hogy oda mész, letúrod bárhova a kamerát, és majd Pulitzer-díjas alkotás születik belőle. Hát ez abszolút nem így van. Egy háborúban tartanak az újságírótól, nem szeretik megmutatni a nyomorukat, a kiszolgáltatottságokat. Sokszor rémhírek terjednek, hogy kémkedni mennek az újságírók. Általában ránk vannak csapva az ajtók, és ezért rendkívül jó diplomáciai érzék kell ahhoz, hogy az ember mégis megnyissa ezeket a kapukat. Ha már büdzsé általában nem volt hozzá, ezért maradt a diplomáciai érzék. Természetesen adódik a kérdés a félelemről. Ki ne félne abban a helyzetben, ha lőnek körülötte? Természetes, hogy féltem, és félni szerintem kell, mert az segít a kockázatfelmérésben, a helyzetelemzésben, az motiválva tartja az embert. Az már rég rossz, ha az ember nem fél ilyen helyzetben. A katonák is mindig megmondják, hogy a legveszélyesebb bajtárs az, aki nem fél. Én ugye külpolitikai újságíróként kezdtem el dolgozni, és származásomnál fogva, ugye édesapám szíriai, édesanyám magyar, ez valahogy értelemszerű volt, hogy a Közel-Kelettel fogok foglalkozni, és éveken át a szerkesztőségből tulajdonképpen más ügynökségeknek az átvételeiből dolgoztam, és amikor lehetőség volt arra, hogy én magam is kimenjek a helyszínre, és lássam, megtapasztaljam azt, amiről ugye éveken át csak kvázi egy közvetítő közegen keresztül tudtam írni és beszélni, az egy olyan lehetőség volt, hogy arra nem tudtam nemet mondani. Tehát, hogy szerintem ha az emberben megvan ez a vérbeli kíváncsiság, akkor persze fél-fél, de valahogy a vágy az nagyobb, és nekem nagyobb volt a vágy. Szerintem a szakmai alázat, az emberi alázat egy csomó szempontból nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy nem úgy megyek oda nagy mellénnyel, hogy na, megjött az európai újságírónő, hanem emberként, egy kíváncsi újságíróként nagyon felkészülten megyek oda, és az, hogy most nőként van jelen az ember egy háborús területen, nyilván bizonyos helyzetekben számít, főleg, hogyha kulturális okokból valahova nem mehet be egy nő, de valahova meg egy férfi nem mehet be. Adott esetben ez még előny is tudott lenni, hogy olyan helyzetekbe bejutottam, ahova mondjuk egy férfit nem engedtek be. Vagy akár az, hogy sokszor a nőkről nem feltételezték, hogy szakmailag mondjuk igazán kihívást jelentett. Itt például így tehettem fel több kérdést Benjamin Netanyahunak egy elég éles háborús helyzetben. Engem választott ki a sajtós egy adott ponton, mert hát nem tudom, gondolom, hogy nem érezte annyira rizikósnak, hogyha abban a kényes helyzetben én teszek fel kérdést. És aztán jó volt látni a reakciót, hogy bizony tudtam olyan kérdést feltenni, hogy megközelülte Netanyahu a torkán, mielőtt válaszolt volna. Soha nem az adrenalinért mentem, és sokkal inkább érdekeltek az emberek egy ilyen helyzetben, mint a vér vagy a feszültség, meséli. Ezért is lett a Bábel című sorozat, ahol kifejezetten az emberi sorsokra tudtam koncentrálni. Olyan nüanszokat tudják megmutatni egy háborúról, és főleg a háttérről, az egésznek, az emberi oldaláról, ami szerintem sokkal többet mond a nézőknek. Tehát szerintem azt a hírügynökségekből is át tudja venni egy híradó, hogy lőnek, bombáznak, mi történik a fronton, de hogy mik az egésznek a mozgató rugói, az engem mindig sokkal jobban érdekelt. Sokszor nem evidens, a mai kozmopolita világban még egy névről nem feltétlenül derül ki, de az, hogy megszólaltam arabul, az nagyon sokat tudott segíteni. Eleve a legtöbb helyen ugye labdába se tudott rúgni egy olyan újságíró, aki nem beszélte a nyelvet, mert nem, hogyha nem volt fixere vagy jó tolmács, akkor egy információ, az információ szerzés maga egy háborús helyzetben az élet és halál kérdése lehet. Tehát, hogy szó szerint, és egyébként meg iszonyú sok ajtót tud megnyitni az, hogyha nem tolmáccsal megy az ember, hanem meg tudja szólítani azokat az embereket az anyanyelvükön.
Az MTV-ben megszűnt a külpolitikai szerkesztőség, így Hesna pályát módosított. Most elsősorban anyuka vagyok, mondja megismételhetetlen mosolyjal a szemében. De könyvet írok és tanítok is. Meg beszélek a félelemről, mert én nagyon sokat tanultam. És ami a látszat ellenére nem rossz, csak tudni kell kezelni, mondja. Talán egy picit tettem azért, hogy aki leült és nézte a panorámát azokban a hősidőkben, amikor még létezett ez a műsor, az talán egy picit jobban be tudott kukucskálni a színfalak mögé, hogy miért is vannak ezek a háborúk. Legyen pesszimista vége ennek az interjúnak, mert nem nagyon látom a fényt az alagút végén, mert sajnos a háború az egy gazdasági érdek, az hatalmas nagy országoknak a gazdaságát működteti, úgyhogy igazából amíg ez fennáll, addig nem nagyon látom a békességét. Április 21-e a bölcsödék napja Magyarországon, melyhez kapcsolódóan országszerte rendeznek eseményeket. Szekszárdon idén ezt a városi bölcsöde megépülésének 40 éves jubileumával összekötve egy szakmai nap keretében tartották. Pálkata Péter, jó reggelt! Már oda kinnál, jó reggelt! Már oda sünd a nagy fekel, szól a papasunk, ez a nagy darajú, gyere ki a réte, jó réte! A bölcsödék napját és a városi bölcsöde fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték Szekszárdon. 1852. április 21-én nyitották meg Magyarország első bölcsödéjét Budapesten, a Kalap utcában. Éppen ezért ez a nap a Magyar Bölcsödék napja, mely 2010-től államilag elismert ünnep. Az országos programsorozathoz kapcsolódva rendezett szakmai napot és jubileumi ünnepséget a Szekszárdi Városi Bölcsöde, a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. Nem véletlenül vagyunk itt egyébként, mert éppen a felújítása zajlik az épületnek. 2014-ben két csoport szobával kibővítettük az akkor már 100 fő befogadására alkalmas épületet, így 125 főt tudunk fogadni. Ez most még nincs feltöltve, de biztos vagyok benne, hogy a következő években így fog történni. Viszont akkor a meglévő épületnek a felújítása nem történt meg, ezért a város úgy gondolta, hogy befejezi azt a munkát, amit elkezdett, és 2018-19-ben, az idei esztendőben a meglévő épület is egy teljes felújításon esik át. A megyeszékhely jelenlegi két közbölcsödéje, a Városi Bölcsöde és a Kadarka utcai óvodában kialakított mini bölcsöde, így összesen mintegy 150 férőhelyel tudja kielégíteni a bölcsödei szolgáltatások iránt érdeklődő szülők igényeit, tette hozzá köszöntőjében a polgármester. És érdekes volt, hogy ott az újvárosi részen azt tapasztalták az óvodában dolgozók, hogy egyre több fiatal érdeklődik a bölcsöde, mint szolgáltatási rend, ez pedig azt jelenti, hogy többen költöznek be fiatalok Szekszárdra, és reméljük azt is jelenti, hogy több gyerek fog itt Szekszárdon is születni, és egyre inkább majd bővíteni kell ezeknek a férőjeknek a számát. A szakmai napon a térség kisgyermeknevelői, már nyugdíjba vonult korábbi munkatársai és egyetemi hallgatók is részt vettek, hogy előadásokat hallgassanak meg a városi bölcsöde múltjáról, vagy például a szakma specifikumairól is, mint a párbeszéd ezzel a korosztállyal. Ezek a gyermekek, ugye mindenki más fejlettségi fokon van, a kommunikációjuk az gyakorlatilag itt alakul ki, és tényleg a metakommunikáció, a gyerekeknek a megfigyelése, megismerése az, ami által tudunk válaszolni az ő kifejezésükre, kérésükre. A Városi Bölcsöde vezetője szerint ugyanakkor a legkisebb korú gyermekek nevelése egy hivatás, csupán teljes odaadással és szeretettel lehet végezni. Ahogy a szemünk előtt vannak a szülővel való viselkedés, kommunikációjuk útján, mi is megismerjük a gyermeket, és ezt követve tudjuk a csoportokban az egyéni bánásmódot alkalmazva kicsit nevelgetni, fejleszteni, gondozni, szeretni őket. Szerintem ez az, ami mindennél fontosabb, hogy a gyermeknek tényleg megadjunk mindent, amire szüksége van. A programhoz tartozott egy a szekszárdi intézmény eredetét és elmúlt 40 évét bemutató kiállítás is.
A Suzuki zenepedagógiai módszere hegedülni és csellózni tanuló diákok országos találkozójának záró koncertjére került sor Pakson a Jézus Szíve templomban. Suzuki Shinichi japán hegedűművész zeneszerző, a kitalálója annak a módszernek, mely a legkisebbeknél a hangszeres zenetanulásra ösztönöz. Magyarországon és Pakson is számos zenetanár alkalmazza ezt a módszert. Az ország minden részéből érkeztek fellépő csellós és hegedűs zenepedagógusok és diákok a Paksi Jézus Szíve templomba. A koncertet adókban az volt a közös, hogy mindannyian Suzuki módszer szerint oktatnak és tanulnak. A Suzuki módszerrel zenét tanító pedagógusok sorába tartozik Király Miklós is. Minden évben megszervezzük, általában értelemszerűen azokhoz a helyekhez kötjük, ahol Suzuki zeneoktatás folyik Magyarországon. Itt Pakson is van egy kolléganőnk, egy csellista, Gajzágu Marian. Ezt most ő szervezte, mert ő a házigazdánk, de minden évben máshol szervezzük meg, hol Jászárokszálláson, hol Orosházán, hol Kiskunfélegyházán, néha Budapesten. A mai repertoár pedig annak a tananyagnak a gerincéből áll össze, amit a gyerekek tanulnak, amelyek az egészen apró gyerekdaloktól kezdve a komolyabb koncerttételekig terjednek. Van köztük barokk, klasszikus, romantikus. Az átlagos képességű gyerekek zenei képzését célozza meg a Suzuki módszer, melynek megalkotója Suzuki Shinichi, japán hegedűművész, zeneszerző. A módszer lényege, hogy a gyermekeket egészen kicsi korától kezdve zenei környezet veszi körül. A hangszeres zenetanulásra való motivációját anyja tevékenysége indítja el. A Suzuki gyerekek sokkal jobban teljesítenek, mint a zenei oktatásban nem résztvevő 4 és 6 évesek. Ez egy alapfokú zeneoktatási módszer, egy japán hegedűművész és filozófus fejlesztette ki annak idején, dr. Shinichi Suzukinak hívták, hát már sajnos nincsen közöttünk. Egy olyan zeneoktatási módszer, ami sokkal aktívabban számít a szülői segítségre, mint a mi módszerünk. A szülő ott van az órákon, figyeli, hogy a tanár mit csinál, és ez alapján ő segíteni tud a gyereknek otthon, mert hogy nagyon sok kisgyerekkel foglalkozunk, tehát akár már 4 éves korban is elkezdhető ez. Többek között ezért is kell a szülő segítsége, mert hát az ilyen kisgyerek az még ugye messze nem önjáró. Aztán a csoportos zenélés még egy fontos szempont, mert ugye az egy óriási örömforrás és egy élmény a gyereknek, hogyha másokkal együtt zenélhet. És hát miért ne zenélhetne rögtön a kezdetétől már másokkal együtt, hogyha csak egyetlen egy hangot tud meghúzni, akkor azt az egyetlen egy hangot húzza meg, de már akkor is része a csapatnak. Hát ezt majd a koncerten, azt hiszem, ez magáért fog beszélni. Magyarországon a hegedű oktatásnak eleve nagy hagyománya van, tehát a hegedű az mindig is népszerű volt. Konkrétan a Suzuki módszerrel most az elmúlt években kezd az érdeklődés felkelni iránta, most, hogy már akkreditált továbbképzést tudtunk indítani, így már elég sokan felfigyeltek rá. A cselló képzésnek, ha hagyománya akkora nincs is, mint a hegedűjé, de azért az is, hát nyugodtan mondhatom, hogy egyre népszerűbb, amit onnan lehet tudni, hogy már több a jelentkező, mint amennyivel tudunk foglalkozni. A Paksi Bezerédli Általános Iskola első osztályos tanulója volt az egyik legfiatalabb a zenekarban. Nagy Pál Mártonnak ez volt élete első fellépése, mégsem izgult. Tesóm hangszeren játszik trombitán, és én meg gondoltam, hogy én akkor meg játszok vonósan. Csellót választottam, és úgy készítünk, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, még a külön órákon is, ahol nem az egész csoport volt, hanem csak én, még ott is gyakoroltunk. A Bezerédi Általános Iskola harmadik osztályos tanulója Pfeffer Gabriella csellózni tanul.
Majdnem 2 éve járok zenére, és azért választottam ezt a hangszert, mert anyukám pengetős volt, és úgy gondoltam, hogy ez illik jobban hozzá. Azt szeretem annyira a csellóból, hogy ki lehet vele fejezni az érzelmeinket. A kismányok is Székelyportán szentelték meg a helyiek étellel teli kosarait nagyszombaton. A porta udvarára 20 környező településről érkeztek bukovinai székelyek, hogy megéljék a húsvéti hagyományokat. A húsvéti misét követően ételszentelésre érkeznek a bukovinai székelyek a kismányoki székelyportára. Ezúttal közel 20 település székelysége gyűlt össze, hogy őseik hagyománya szerint megszenteltessék az ünnepre valót. Én bízom benne, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy összejöjjünk, hogy együtt tudjunk tenni, együtt tudjunk ünnepelni, hiszen ez a lényeg, mindig is mondom, hogy együtt legyünk, és nem csak az egyes helyzetekben, hanem ez, amikor tényleg családiasan és örömmel együtt vagyunk. Az ételszentelés hagyományát a bukovinai székelyek és leszármazottaik évtizedek óta megünneplik. A keresztény családokban a szentelt ételnek különös jelentőséget tulajdonítottak, megvédte az embereket a bőt utáni mértéktelen ételfogyasztástól. A húsvéti kosarakban kenyeret, kolbászt és tojást tettek a résztvevők. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a hús eledeleket, tojásokat, kalácsokat, összes húsvéti ételünket és italunkat, melyeket mi a te gyermekeid hívő lélekkel akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére. A bukovinai székelyek számára fontos a hagyományok és a szokások tisztelete. Ez jelenti számukra a kultúrájuk továbbélését, melyeket őseiktől hoztak Bukovinából. Fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok is megismerjék az elődeik szokásait. Az egyik legfontosabb egyházi és székely hagyomány között tartják számon a kenyérszentelést. Hát a bukovinai székelyeknél ételszentelés, illetve kokonyaszentelésnek nevezzük, ugye amit húsvétkor szoktak megejteni. Tulajdonképpen a mise után, vagy a húsvét napja misét követően, vagy pedig már a feltámadási körmenet után kerül megrendezésre. Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben ilyen szép számmal jelentek meg a bukovinai székelyek. Ugye külön köszönet az államtitkár, Potápi Árpád államtitkár úrnak, aki végül is felhívott a porta szentelés után, hogy arra gondolt, hogy jó lenne talán nálunk is, mint ahogy Erdélyben is van, ugye, hogy nagy létszámba vesznek részt. Ugye ennek két oka is örömteli, hiszen egyszer az, hogy tulajdonképpen a kultúránkat közösen tudjuk megélni. Másik az, hogy talán így a fiatalokra is hatással van, hiszen mindig az együttlét és a jó érzés az mindig átmegy, különösen az érzelmi érzés. Úgyhogy én azt hiszem, a mai nap ez mindenképpen visszaadta mindannyiunk részére ezt az örömet, és bízom benne, hogy ezt követően minden évben hasonlóan meg tudjuk rendezni, és együtt tudunk örülni. Hiszen ez a leglényegesebb. A feltámadás erről szól. És tudom azt, hogy ez az örökség, ez tovább kell menjen, és tovább is fog menni. Az eseményen résztvevő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében kiemelte, hogy a tavaly átadott székelyporta igazi otthona a Tolnamegyei Székelységnek, így a portánál jobb helyszínt nem is találhattak volna az ételszentelés megtartására. Az ünnepeinket megüljük, akkor nyilván emlékezzünk szüleinkre, nagyszüleinkre és az őseinkre, és azokra a szokásokra is, amiket ők adtak a számunkra, és hogyha ezeket a szokásokat újra sikerül életképessé tenni, akkor azt gondolom, hogy a népcsoport is tovább él. Az államtitkár arról is szólt, hogy a keresztény emberek számára fontos a hagyományok ismerete és életben tartása. 30 éves lesz a bukovinai székelység csíksomlyójaként is szolgáló kismányoki templom, római katolikus templom, és 30 esztendeje, hogy májusban megalakítottuk közösen több székelykörrel a bukovinai székelyek, a későbbi bukovinai székelyek szövetségét. És mindannyian jól emlékezünk arra, hogy tavaly ősszel közösen avathattuk és szenteltük ezt a bukovinai székelyházat, és nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy egyre inkább tartalommal töltjük meg
az ünnepeinket, tartalommal töltjük meg a mindennapjainkat. Minden keresztény nép életében a húsvéti ünnepkörnek nagyon nagy jelentősége van. Még inkább így volt, vagy különösképpen így volt ez a bukovinai székelyek életében, hiszen őket a katolikus hit, illetve Andásfalva esetében református egyház is tartotta meg elsősorban magyarságukban, a több mint 160 éves kivetettségük idején, és tartotta meg a hitet abban is, hogy visszatérhetnek majd valamikor Magyarországra, ez 1941-ben következett be. Azóta is én azt gondolom, hogy a székelyek életében a hitnek óriási szerepe van, és a népszokások egyébként régen is, és ma is, kicsit az egyházi ünnepek köré is rendeződtek, így van ez a húsvéti népszokások esetében is. Húsvét hajnalban, a hajnali misse után volt annak idején az ételszentelés, és a megszentelt ételekből fogyasztott először a család húsvét reggel. Ez most egy kicsit átalakult, mert sok helyen az ételszentelés már a körmenet után történik meg, és mi is azért tudtuk ezt így megoldani, mert akik elhozták ide a húsvéti kosarakat, azok 20 településről jöttek, és ezért muszáj volt a körmenet után megcsináljuk ezt az ételszentelést. Nagyon remélem azt, hogy néhány éven belül több százan, akár több ezeren is részt fogunk ezen venni, csak úgy, mint Csíkszeredában, húsvét vasárnap reggelén, ahol körülbelül 5000-en viszik ki a kosaraikat, és segédpüspök úr Tamás József szenteli meg a húsvéti ételeket. A húsvéti ünnepkör számos népszokást hordoz, elég csak a barkaszentelésre, a tojásfestésre vagy a sonkávésre gondolni. Ezek a szokások minden családban visszatérően jelen vannak, ami gazdagabbá teszi a bukovinaiak húsvétját, azaz együttlét és a hitük, mely őseik gyökerein alapul és amit ma is megélnek. Ezúttal az Énekszóé volt a főszerep a Vármegyeházi Esték sorozatban. Ismert opera és operett áriák csendültek fel Bognár Szabolcs és Ócsai Anna Mária tolmácsolásában. Aki egyszer megszereti az operát, rajongva várja az élményt újra. És van az a réteg, aki nagyon óckodik a zenének ettől a fajtájától. A szakemberek véleménye szerint kellő időben kell a gyerekeket a koruknak megfelelő műveken keresztül bevezetni az opera műfajába. A Vármegyeházi Esték sorozatban mesteri dallamok csendültek föl, melyeket az opera irodalom kiemelkedő alkotásai között tartanak számon. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy inkább az ismertebb áriákat, duetteket énekeljük el a közönségnek, hiszen ez az este igazából arról is szól, hogy egy kicsit a mindennapi életből kikapcsolódjanak azok, akik ellátogatnak a koncertre. Hát ugyan komoly is a műsor, hiszen ugye opera, áriák is lesznek, de emellett a műsor második fele azért a könnyedebb világba kalúzolja el a nézőket. Bognár Szabolcs és Ócsai Anna Mária vendégek Tolna megyében. Szabolcs a szekszárdi, Anna Mária a Bonyhádi Zeneiskola óraadó tanára. Ritusa
szokták mondani, hogy azért nem szeretem az operát, mert nem értem a szöveget, vagy túl hangos. Na most ez mind a kettőben van azért igazság, hiszen ugye az opera énekes, ugye ő hangosítás nélkül énekel a színpadon, alatta van egy 40 fős, de lehet, hogy több fős zenekar, tehát ott azért át kell tudni énekelni egy ekkora zenekart is, tehát ebből kifolyólag igen, hangosan is kell tudni énekelni, de ugyanakkor arra is kell törekedni, hogy a szöveget is értsék, hiszen a hogyha mondjuk magyarul énekelünk, ugye hogyha idegen nyelven énekelünk egy operát, akkor azért a mai világban több színházban is már ugye magyar felirattal mennek az előadások, de természetesen törekednünk kell arra, hogy ezek az idegen nyelvű áriák is érthetővé legyen téve a közönség számára. Úgyhogy igen, hát elég megosztó egyébként az opera műfaja, De ugye tényleg visszatérve az énekléshez is, ugye szokták mondani, hogy énekelni mindenki tud, hiszen ugye a fürdőben mindenkinek jól szól, de hát azért ez egy nagyon nehéz és színes műfaj emellett az éneklés, az opera éneklés, de azt gondolom, hogy ha valaki megtalálja benne azt a szépséget, akkor az nagyon nagy kikapcsolódást is tud saját magának is adni. Arról is beszélgettünk, hogy az opera élvezetéhez fel kell nőni. Szabolcs azt mondja, alapvetően ez igaz, de a beavató operákat a tapasztalatai szerint szereti a gyerekközönség. Le van rövidítve, és ilyen beavató jelleggel mennek az előadások, tehát gyerekek jönnek jobbára, úgyhogy vagy például most következő héten, április 30-án Varázsvólában fogok fellépni Pécset a Kaleközpontban, tehát azt gondolom, hogy a legfiatalabbaktól az idősebb korosztály mindenkinek van olyan opera, amiben meg tudja találni a saját maga, illetve az opera szépségét, de nyilván tudjuk azt is, hogy az opera azért eléggé sarkalatos, illetve réteg műfajnak számít a mai világban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!